Az első 10 percben remekül játszottunk, rúgtuk is a gólt, ezt követően viszont a Honvéd minden erőtartalékát mozgósította, nem tudtuk birtokolni a labdát, benyomott bennünket, tehát ebben az időszakban sajnos nem nagyon tudtunk támadást vezetni. A második félidőbe változtattunk, akkor már jobban megbecsültük a labdát, jobban ki tudtunk menni. A Honvédnak a beívelései veszélyesek voltak, illetve a nagy bedobásai, de én azt gondolom, hogy a második félben higgadtabban, nyugodtabban játszott a csapat, és hát ismét egy izgalmas jó mérkőzést játszottunk, úgy érzem. Számomra minden mérkőzés ugyanolyan fontos, és a felelősséget természetesen most is vállalom. Sajnos az eredmény nem mindig a teljesítményen múlik, ezt láthattuk ma is. De a játékosaim minden tőlük telhetőt megtettek. Ami a jövőmet illeti, arról az egyesületnek kell döntenie, de az biztos, hogy 4 vereség után a szurkolók és a vezetőség sem elégedett.